Köszöntöm a SpaceBridge nézőit! Ma egy igazán különleges képregényt fogunk megvizsgálni, egy olyan képregényt, aminek egy múzeumban lenne a helye. Ugyanis rászok, ami most következik, ha jól tudom, az első hivatalos Batman képregény, ami megjelent Magyarországon, és bár igaz, hogy a film alapján készült, ez akkor is Batmannek az első kalandja, ami magyar nyelven megjelent. De nézzük is akkor, miről van szó, azaz nyissuk is az űrhidat. És itt is van akkor előttünk egy képregény, ami a legendás 1989-es Batman mozifilm alapján készült, ugye, aminek Michael Keaton, Jack Nicholson és Kim Basinger voltak a főszereplői. Hát akkor vegyük is közelebbről szemügyre ezt a kiadványt. Nos, akkor így közelebbről meg tudjuk vizsgálni a borítót, és srácok, ez a borító számomra nagyon sokat jelent. Tehát nem akarok érzelgősnek tűnni, de gyerekkoromban olyan sokat nézegettem, és akkor úgy gondoltam, hogy ez nagyon-nagyon jól néz ki, és most is úgy gondolom egyébként, hogy abszolút jól lett kitalálva mert még mai szemmel is szerintem abszolút igényes. De beszéljük is át akkor gyorsan, hogy mégis mit látunk. Ugye itt a bal felső sarokban a klasszikus DC logó, mellette gyakorlatilag a fekete alapon sárga betűkkel olvashatjuk, hogy a denevér ember berepül a mozikba. Illetve az alján még elolvashatjuk azt is, hogy egy december 21-től a film filmen is ugye látható, felkiáltó jelekkel. Nos igen, ez egy, egyfajta promóció volt valamilyen szint a filmnek, de mint képregény önállóan abszolút teljesen megállja a helyét. Ugye ezen kívül még látjuk uh, magát ugye batman -t. Látjuk ugye Jokert, ugye nyilván Jack Nicholson, uh, talán akkoriban már nagyobb név volt, mint Michael Keaton, de azért erre fogadni nem mernék. Na minden esetre látjuk ugye magáról Jokerről egy ilyen szellemképet. És ami nagyon fontos, látjuk magát ezt a démon szobrot, vagy bízköpőt, uh, aminek ugye kulcsfontosságú szerepe van a sztoriba de maga a rajzok nagyon-nagyon-nagyon szép. Most pár napja mutattam meg a fiamnak ezt a képregényt, és azt mondta, hogy hú, de szépek ebbe a rajzok. Tehát, hogy tényleg egy, nem csak nekem érzelmi alapon, hanem olyannak, aki annyira nem kötődik a filmhez, mint én. Neki is nagyon tetszik. Na, de akkor ennyit a borítóról, és nézzük meg akkor a képregény hátulját. Ha a képregény hátuljára tekintünk, akkor ezt látjuk. Nekem igazából nagyon-nagyon tetszett ez a filmszallagos dizájn, tehát ezek a jelenetek így a, a, filmből, vagy magából a képregényből ugye ebbe az esetbe. Illetve itt is további ilyen szellemképeket látunk. Ugye látjuk itt Bruce Wayne-t, Vicky Vilt és Alfredot gyakorlatilag. És ennek a borítónak van kettő dolog, ami nekem feltűnt ilyen érdekesség. Az egyik az nyilvánvaló, és akkor így próbálom megtek mutatni a nyilvánvalót, ami gyakorlatilag az, hogy a hátulja és a füzet eleje egy képet ad ki, tehát és nagyon-nagyon szépen össze, például egy nagyon igényes borítóról van szó. A másik dolog sajnos ennyire nem látszik, mert ugye fehérrel van, de ennek a képegénynek annó az ajánlott ára az 89 volt, 89 forint volt, és ugye maga a film is 89-ben jelent meg, szóval hogy ez most véletlen lenne, vagy tervezett, nem tudom, de mindenképpen jó pofának tartom. De ennyit igazából a borítóról, most pedig akkor szokásomhoz híven nézzük akkor a storyt röviden, viszonylag spoilermentesen, bár igazából nem hiszem, hogy van köztetek olyan, aki nem látta volna legalább annak idején ezt a filmet, ami alapján ugye ez a képregény készült. De tegyük fel, hogy van köztetek ilyen, tehát akkor a story röviden. Gotenbe virágzik a bűnözés, egyaránt a fehér galléros és az utcai is. A rendőrség pedig tehetetlen, és igazából senki nincs, aki fellépne a bűnözőkkel szembe, Viszont plegykák terjengenek egy rejtélyes alakról, aki félig denevér, félig pedig ember, és a bűnözők vérével táplálkozik, de ezt igazából senki nem veszi komolyan egészen addig, amíg a rejtélyes denevér ember rá nem támad az egyik maffia főnök jobbkezére, Jack Nepiére, egy vegyi anyaggyárban, Hát, harcuk közben Nepié beleesik egy óriási tartályba, ami vegyszerrel van, teli, vegyi anyagokkal volt tele, és a rendőrség holtán nyilvánította. Nem sokkal később viszont megjelenik Joker nevű Szihopata a, a városban, aki átveszi a hatalmat a szervezés bűnözés felett, és úgy tűnik, hogy mindenki tehetetlen vele szembe. Kérdés, hogy Batman meg tudja állítani ezt az őrültet, és a választ pedig megtudjátok, ha elolvassátok a képregényt, vagy megnézitek az ez alapján készült, vagy a, a filmet, ugye? De akkor ennyit az általam írt rövid kis csinálóról, és akkor most lapozzunk bele a képregénybe. És nézzük meg mégis akkor milyen volt a rajstílus ennek a képregénynek. Ennek a képregénynek meg a fiam is azt mondta, hogy jobb oh, apa, ez de szépek ezek a rajzok. Hát a belső borítón kapásból ez fogad minket, igazából az évszázad kassza sikere, Batman a denevér ember, föl vannak sorolva, sorol, vagy itt akkor a főszereplőinek a nevek, főszereplő neveik. Jó, oké, okay, ma nem megy a beszéd, srácok. Tehát itt van nekünk Michael Keaton, Jack Nicholson és Kim Basinger. És akkor igazából nézzük akkor magát ebbe egy a rajzokba. Itt rögtön az elején egy ilyen kis megyünk a moziból hazafele, és megtámadnak minket szituáció. Ugye ez egy érdekesség, hogy félig meddig ez Batmannek az eredet története. Tehát itt azzal a különbséggel, hogy itt nem halnak meg az a kis családból a szülők, akiket megtámadnak a bűnözők, hanem elmenekülnek. De egy jó fajta utalás már itt maga az, hogy mi történt Batmannel, ugye hogy lett Bruce Wayne olyan lelki sérült. És akkor itt vannak a rajzok, hát srácok, szerintem nagyon-nagyon szép. Tehát bárki rajzolta ezt, ugye itt ezt élő emberekről kellett rajzolni, Én, tehát igen, valós személyekről kellett rajzolni, még vagy színészekről is, és, 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 tényleg azt mondom nektek, hogy Kim Basingertől kezdve Jack Nicholsonig, tehát igazából mutatom nektek, itt van Kim, uh, itt van nekünk akkor Jack Nicholson, tehát jól, jól adja vissza a színészeknek a arcát. Itt láthatjuk együtt akkor Michael és Kim Basingert, ugye Bruce wayne és Vicky Vielt azon az estén, amikor azt hiszem, hogy ők először találkoznak. Öh, hát igazából itt meg már magát Jokert látjuk. És azt mondom nektek, hogy egyébként egy jó popahúzás húzás volt ebben a képregényben, hogy a film alapján készült, de azért vágottan. Tehát vannak bizonyos részek, amik ebben nincsenek benne, és a filmben pedig benne vannak. Hogy maga milyen volt a film, hát erről nehéz elfogulatlanul beszélni, mert ugye én nagyon-nagyon szerettem ezt a filmet gyerekkorban, meghatározó volt, ez volt az első valamire való szuperhős film számomra, Üh, nem arról az, hogy a régi Superman filmeket nem szerettem, mert szerettem, na de hát nézzétek meg, srácok, ezt az autót. Tehát milyen volt ebbe Batmannek a ruhája. Egyébként egy érdekesség a borítóval kapcsolatban, ha megnézitek, akkor a fejét, így mutattam kicsit közelebbről, hogy félig oldalra fordítja, tehát nem egyenesen néz fel a karakter, e, és hát ugye tudjuk, hogy egyébként ebben a ruhában ez lehetetlen volt, tehát Batman nem volt képes mozgatni a filmbe ebbe a ruhába a fejét, hogyha jobbra-balra kellett neki fordulnia, akkor jobbra-balra fordult egész testbe, vagy néznie, illetve ha fölfele kellett nézni, akkor meg egy hátra Hát mindegy, ilyen volt az a ruha, ettől függetlenül az is mai napig egy klasszikus és nagyon jó sikerült ruhája volt egyébként, csak így mozgás szempontjából nem volt a legmegfelelőbb, lovagias volt benne Batman. Ö, maga a Batwing, az megint nagyon-nagyon tetszik nekem ebbe, tehát igazából ö, szerintem a Batman Animated Rajzfilm sorozatban ez alapján, a Batwing alapján tervezték meg a repülőt, csak kicsit módosítottak rajta. És hát a Batman Animated Rajzfilm sorozatban járműveket pedig nagyon-nagyon szeretem. Ö, és ezt kerestem most, ezt a részt itt a nagy egy érdekesség, amikor Batman nekiáll itt az óratoronyba küzdeni, és itt a jobb oldalon a legalsó kép, gyakorlatilag itt erre gondolok nektek, ez nem volt benne a filmben. És azt én annyiszor kerestem a filmbe ezt a jelenetet, amikor hogy ugrik a Batman felé, és így a, gyakorlatilag kiugrik neki így a csuklójából, amit látjátok, mint valami ellapított golfütő, és ezzel intézi el az ember. Tehát mint egy ilyen Assassin's Creed-nek a Hibben Blade, az a Hibben blade így gyakorlatilag kiugrik ott a csuklóból. Na mindegy, ez például a filmben nem volt. Ezt, ezt én erre fogadni mernék, de aztán lehet, hogy veszteni fogok. És igazából úgy gondolom, megnéztük kellőképpen a rajzokat. Még a hátsó borító belsejében van egy ilyen klassz kis nyereményjáték. Én igazából így nézegettem, hogy annak melyik táskának örülnék a legjobban, de talán ne ezt tetszett nekem itt a legjobban. És úgy gondolom, megvizsgáltuk kellőképpen magát ezt a képregényt, akkor itt az ideje, hogy összefoglaljam nektek róla a véleményemet. Tehát akkor összességében nézve, ez egy remek promóció volt a 89-es Batman filmnek, és képregénynek se rossz. Tehát szerintem szépek benne a rajzok, jó a sztori, beszerzését én elsősorban gyűjtőknek ajánlom. Viszont, hogyha a birtokotokban van egy ilyen, én azt javaslom, hogy becsüljetek meg, mert ez egy darabka végül is a magyarországi képregény történelemből, de ezzel, ezzel igazából végére is értünk ennek a videónak. Ha tetszett, akkor jutalmazzátok egy lájkkal, like megtisztelnétek, ha feliratkoznátok, és köszönöm, hogy rám szántátok az időtöket. Sziasztok!